Zsöszi be tervezőivel beszélgetünk, és az első kérdésem, amit rögtön észreveszek, hogy most nem ketten vagytok idén, hanem hárman, és ez minek köszönhető? Sziasztok, én Veszprémi Gabriella vagyok, és én most a cipőket csináltam a Tibiéknek, és igazából ezért vagyok itt most. Hát azt se tudom, hogy hol kezdjem, mert hogy minden a cipőktől kezdve minden nagyon érdekes volt, és nagyon, megint csak azt mondom, mint egy évvel ezelőtt, hogy nagyon új, és nagyon friss, és nagyon más, mint amit megszoktunk. Akkor kezdjük a cipőknél. Nem, várjatok, hol kezdjem? Nem, kezdjük az anyaghasználat, mert nekem az volt az első, ami nagyon feltűnt, hogy rengeteg anyaggal dolgoztatok, és ez a sok sejem, aminek mindig más volt a mintája, ezekre rátaláltatok, vagy ti kitaláltátok a mintákat, és úgy raktátok össze? Ezekre rátaláltunk, és ez egy koncepció is nálunk, hogy beemelünk a kollekcióba, és új életet adunk olyan anyagoknak, amik eredetileg máshol találtunk, vagy más formában. Tehát itt rengeteg kendőt használtunk újra, ami azt jelenti, hogy minden darab az koncepcionálisan megismételhető, meg reprodukálható, de mindig egy picit más lesz. És ez egy koncepció nálunk most. Igen, láttam például, hogy formákat is kivágtatok ezekből a kendőkből, és azt rávartátok más anyagokra. A cipőkön is megjelentek az anyagok, és akkor most egy kicsit téged kérdezlek a cipőkről, hogy azok hogy születtek meg ez a gondolat, hogy a cipőn is visszaköszönjön. Amikor elkészítettük a kollekciót, akkor egyből tudtuk, hogy Gabi diploma munkája lesz az, ami passzolni fog ez a kollekcióhoz, és vele már régebb óta dolgozunk együtt, táskákat tervez nekünk, és ezért választottuk ezt a módját most, hogy közösen mutassuk be a kollekciót. És ha jól láttam, akkor bőr volt, ugye? Ez a betét, amit használtál, mindig bőrrel dolgozol, vagy egyszer csak majd te is átérsz esetleg a sejemre? Nem, én mindig bőrrel dolgozom, és itt is a bőr volt a kiinduló pont, és igazából a cipőkészítésénél is ez a koncepció, amit Dalma mondott, ez beleillik, hogy itt is az volt a cél, hogy ne termeljek semmilyen szabászati visszamaradott anyagot, és ezért mindent felhasználok, és később ezeket megmunkálva jöttek létre ezek a formák. Volt a bemutatón egy pici stop, és akkor mindenki várt, hogy most mi fog történni, és egy gyönyörű éneket hallottunk, az minek volt köszönhető? Régóta együtt dolgozunk a Dollárpapa gyermekeivel, akik egy színész társulat. Nálunk is, a showroomban is van egy színdarabjuk, és helyspecifikusan játszanak. És a színésznő ebből a társulatból, Kisvégem, őke volt az, akinek már régi vágya volt, hogy valamilyen formán megbontsa a divatbemutatóknak a keretét, vagy a dinamikáját, és ő az ő ötlete volt, hogy ma este ez megtörténjen. És akkor azt mondta, hogy annyira idegesítő, hogy a divatban mindig ugyanaz van egy bemutatón, és léci Tibi, léci Dalma, hadd állítsam meg, és azt mondtátok, hogy jó? Igen, előadta a koncepcióját, és nagyon izgalmasnak tűnt, és mivel szeretjük az ilyen dolgokat, szeretünk kísérletezni, határokat összemosni, ezért igen, mondtunk persze. És képzeljétek el, hogy ültem ott az első sorban, és néztem a bemutatót, és az első lány, aki mosolygott, azt gondoltam, hogy meglátott egy ismerősét. És annyira szokatlan volt az is, hogy jé, ezek a lányok most mosolyognak, ez kinek az ötlete volt, vagy ez nálatok ez a természetes, hogy ne mindenki fa arca jöjjön ki? Mi mindig kapacitáljuk a lányokat, hogy legyenek vidámok, és mosolyogjanak, és élvezzék a sót, és ez majdnem mindig sikerül is egyiküknek, másikuknak. Ez egyszerűen azért van, mert szerintünk sokkal jobban állnak a ruhákhoz azok a mosolyok, amik megfigyelhetőek a fejükön, meg sokkal természetesebben is néznek ki, hogyha valamilyen arckifejezést öltenek, ami rájuk jellemző. Igen, ez abszolút így volt, mert egyébként mindegyik élvezte ezek szerint a bemutatót, mert mindenki mosolygott. Az utolsó ruháról még egy pár szót tudsz nekünk mondani, hogy mi volt ez a szokatlan anyag, amit használtatok? Ez egy fólia, ami egy végtelenül hologrammal kitöltött anyag, és nagyon megtetszett az, hogy állandóan más színe van, és hogyha nagyon egyszerűen használjuk föl, nem szabjuk, nem bonyolítjuk túl, akkor egy nagyon jó effektet tud generálni a kifutón a fényekben. Szerintem célban ért, mert abszolút, abszolút meghökkentő volt, és nagyon látványos. Gratulálok nektek még egyszer, és köszönjük szépen!